Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója augusztus 23-án, csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Nyári karbantartás. Összesen csak nem 46 millió forintnyi munkát végeztek el a Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet munkatársai az oktatási és nevelési intézményekben, játszótereken, valamint sportpályákon. Még csend van, de már készen áll a BLG-a tanévkezdésre. Festettek, felújítottak, korszerűsítettek a nyáron a gimnáziumban. Tábor és mesterkurzusok. A határon túlról is érkeztek fiatal zongoristák a zeneiskola negyedik alkalommal megszervezett programjára. Most pedig a részletek és további híreink. Mintegy 46 millió forintnyi karbantartási munkát végzett el a nyáron a NAGESZ. A nevelési és oktatási intézmények mellett játszótereken és műfűves pályákon is dolgoztak a Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet munkatársai. A várossal közösen finanszírozott projekt célja, hogy megújult bölcsödék, óvodák és iskolák, valamint komfortosabb pályák és játszóterek fogadják a diákokat a tanév kezdetekor. A karbantartási munkálatok a nyári szünidő lejárta után sem szűnnek meg, a NAGESZ ugyanis egész évben folyamatosan elvégzi ezeket a feladatokat. Szakipari munkákat végzünk, hiszen 20 fő áll rendelkezésre a NAGESZ-ben, és így különböző helyszíneken is egyszerre tudunk munkákat végezni. Tehát azt gondolom, hogy azt tudom mondani, hogy ez a nagy üzem, ez a nyári időszak számunkra a nagy üzem. Most is óvodákat, bölcsödéket újítunk fel, illetve ezeknek a karbantartási feladatot látjuk el, festési, vizeltékszerelési, villamosipari munkákat végzünk, és ezek mellett hozzánk tartoznak az intézményeknek a műfűves pályáinak is a karbantartásai, úgyhogy ezeket is ugye az iskoláknak a kezdésére elindítjuk, és felkészítjük a pályákat arra, hogy amikor megérkeznek a gyerekek majd az iskolába, akkor ezt birtokba tudják venni. Készen áll a Batthyány gimnázium a becsengetésre. Most még csend van az intézményben, de hamarosan megérkeznek a diákok. A tanulók komfortérzetének javítása érdekében sokan dolgoztak a nyáron is a gimnáziumban, hogy elvégezzék a szükséges korszerűsítést és karbantartást. Szaktantermet újítottak fel, festettek és a világítást is korszerűsítették. Örömmel jelenthetem, hogy például nálunk az évkönyv, a friss évkönyv most lett kész. Munkatársaim jó része csinosította az iskolát, 12 tanteremben festettünk, 7 tanteremben volt villanyrekonstrukció, a kémia szaktanterem munkaasztalai megújultak, az egyik informatika terem görgős székekkel szintén újjá varázsolódott egy kicsit, és hát a tankönyvek is megérkeztek, és az iskola vezetés minden módon azon van, hogy úgy kezdődjön az új tanév, hogy ismét lehessen boldog új esztendő. Negyedik alkalommal tartják Nagykanizsán a Farkas Ferenc zongoratábor és mesterkurzust. A kiemelten tehetséges zongorista növendékek intenzív, komplex készségfejlesztésen vesznek részt ezekben a napokban. A magyarországi nyári kurzusok között egyedüliként a kanizsai tábor kínálja a klasszikus és a jazzzenei gondolkodás gyakorlati szimbiózisát. A növendékek nem csupán az ország egész területéről, de a határokon túlról, sőt, egészen távolról is érkeztek. Arthur Cotelen egyenesen Párizsból jött. Ezt a kurzust Eckhardt tanár úrtól ismertem meg, mert voltam nála még több kurzuson is ezen a nyáron, és rákerestem erre a kurzusra neten, és nagyon megtetszett, és eljöttem kipróbálni. A zongoratábor, illetve a mesterkurzus a jellegéből adódóan egyedülálló az országban. A különlegessége az, ami megkülönbözteti a többi zongora mesterkurzustól, hogy itt a gyerekek nem csak klasszikus zongora képzést kapnak, hanem jazz zongora képzést is, tehát tanulnak improvizálni. Ehhez még hozzájárul egy jazz zenekari gyakorlat is, zenei munkaképesség gondozás, ami ugye a túl sok gyakorlásból eredő esetleg izommerevségeket oldja fel, és természetesen az együttlét, a gyerekeknek a szórakozása is nagyon fontos, ezek ilyen zenei játékok, van kirándulásunk is.
Neubauer Zsanett Szlovéniából, Dobronakról érkezett. Ő már tavaly is részt vett a táborban. Én is a Maribori Konzervatóriumon tanulok, első évet végeztem, és hát mi egész éven klasszikus zenét játszunk, itt meg az a különlegesség, hogy jazzt is tanulhatunk, és ilyen több program is van, meg hát bővítik a kreativitást is. A növendékek a napi gyakorlás mellett több előadáson, workshopon is részt vesznek. A kurzus vezetők a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai, a klasszikus zongora mesterkurzust Eckhardt Gábor, Liszt díjas zongoraművész, a jazz improvizációs mesterkurzust Márkus Tibor, Erkel díjas jazz zongoraművész vezeti. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Hétvégén jön az enyhülés. Addig azonban továbbra is fokozottan kell figyelni a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre. Multikulti. Jól tanuló, hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt a könyvtár táborában. Az ismeretszerzés mellett játékos foglalkozások is vannak. Zalakaros kupa. Már 26. alkalommal rendezik meg az utánpótláskorú leányok kosárlabda tornáját a fürdővárosban. A versenyre Horvátországból is érkeztek csapatok. Rugalmasabb lett a tűzgyújtási tilalom rendszere az erdőtüzek megelőzése érdekében. Magyarországon évente több mint 20 000 erdő és vegetáció tűz keletkezik. A szakemberek folyamatosan felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. A vegetációs és erdőtüzek fellobbanása elleni küzdelmet ezen a nyáron már egy új eljárásrend is segíti. A tüzek kialakulásukért 99%-ban az emberi mulasztása felelős, ezért a megelőzés egyik lehetséges módja a tűzgyújtási tilalom kihirdetése. Ezt az illetékes hatóság akkor rendeli el, amikor az erdők kiszáradt állapotuk miatt fokozott veszélyben vannak. A tilalom elrendelése korábban egy klasszikus hatósági eljárás volt, a változtatás a naprakészség miatt történt. Részben a klímaváltozás, részben az időjárás sajátosságai miatt ez a módszer ugye jóval lassabb, mint ahogy az időjárás és az erdők tűzveszélyességi állapota változik, ezért az új kialakított eljárásrend szerint ezt a hatóságok már elektronikusan intézik egymás között, és a tűzgyújtási tilalom az napról napra kerül elrendelésre, hiszen az erdészeti hatóság és a katasztrófavédelem szakemberei minden nap értékelik a következő nap, illetve napok időjárását, az erdő biomassa viszonyait, nedvességtartalmi viszonyait, és ez alapján döntenek arról, hogy egy adott területen fennáll-e a fokozott tűzveszély, és indokolt-e elrendelni ennek megfelelően a tűzgyújtási tilalmat. Az új rendszerben ez megyei szinten történik, tehát ha valaki felmegy az erdőtűz.hu weboldalra, vagy a katasztrófavédelem honlapjára, ott talál egy megyei bontású térképet, ami piros színnel jelöli, hogyha valamelyik megyében az adott napon tűzgyújtási tilalomban elrendelve. Szombattól egy hideg fronthoz felfrissülést, de addig sem szabad megfeledkezni a hőség káros hatásairól. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a gyerekek és a krónikus betegségben szenvedők. Rájuk fokozottan kell figyelni, és akkor is bíztatni kell őket a folyadékfogyasztásra, ha nincs szomjúságérzetük. Továbbra sem szabad a tűző napon tartózkodni 11 és 15 óra között, valamint mindenkinek gondoskodnia kell a rendszeres folyadékbevitelről. Kerüljük a fizikai megterhelést, éjszaka szellőztessünk, nappal pedig egy lesötétített hűvös szobában tartózkodjunk. Figyeljünk a fokozott folyadékbevitelre, tehát ilyenkor az izzadással, a párolgással fokozódik a folyadékveszteség, és nem csak a folyadékot kell pótolni, hanem a sóveszteségre is kell figyelni. Tehát ajánlott ilyenkor a szénsavmentes ásványvizek fogyasztása, kerüljük a túlzott cukorbevitelt, a koffein fogyasztást, illetve az alkoholfogyasztást, tehát főként zöldséglevest, zöldségeket, gyümölcsöt fogyasszunk, ilyenkor ajánlott a behűtött görögdínye,
illetve egy jól behűtött gyümölcsleves ajánlott lehet. Nehezek az allergiások napjai Zala megyében is. A parlagfű pollen terhelése elérte ugyanis a tüneteket okozó magas, illetve nagyon magas koncentrációt. A csalánfélék pollenjeit magas, a kevésbé allergén kenderfélék virágporát közepes szinten mérték. Tüneteket nem okozó mennyiségben jelen van még a levegőben az üröm, a libatopfélék, a fészek virágzatúak, az utifűfélék és a pázsitfűfélék virágpora. Az allergén gombák spóra koncentrációja azonban az előző hét egyik napján ugyancsak elérte a nagyon magas szintet. Multikulti tábort rendezett a Halis István Városi Könyvtár. A tábor jutalomként járt a jól tanuló, hátrányos helyzetű gyerekeknek. A programok között könyvtár és városismereti, valamint játékos foglalkozások szerepelnek. A szemnek van egy tehetetlensége, csak én nem tudom most olyan szépen pörgetni, de látjátok azért a mechanizmus. A héten a Kanizsa TV stúdióját is meglátogatták a multikulti tábor résztvevői. A programot több mint 10 éve rendezi meg a Halis István Városi Könyvtár hátrányos helyzetű gyerekek számára. Még annyi a sajátossága a tábornak, hogy Nagy Kanizsa mellett Zalakomári általános iskolából vannak a gyerekek, akik rászorulnak, és nem ez az egyetlen kritérium. Meg Csapiból is van gyerkőc, hanem az a kritérium még, hogy ez egy olyan tábor, ami jutalomtábor a legjobb tanulóknak, tehát Zalakomárban, vagy a tanodákban, ahonnan érkeznek a gyerekek, úgy van, hogy mindig évelején elmondom, hogy ide be lehet jutni, ha ő is szeretné, meg ha jól tanul. A könyvtár olvasó táboraihoz hasonlóan a fiatalok kulturális, könyvtár és városismereti, valamint játékos foglalkozáson vesznek részt. A multikulti táborban a roma hagyományokra és a kultúrára is figyelmet fordítanak. Melyik programot várod a legjobban? Hát, az már meg volt, ugye, a gitározás, már szeretem, meg tudok is gitározni, ugye. Hát, ennyi. Ma délelőtt a Túri György Múzeum munkatársai várták a táborozókat. A program segítségével a gyerekek bepillantást nyertek a múzeum életébe, a raktárban pedig szebbnél szebb tárgyakkal is megismerkedhettek. Én egyet ismertem föl, azt a kötényt, és egyébként nagyon fura eszközök vannak. Például nem is tudtam, hogy régen volt ilyen borotvatartó. Idén két látássérült fiú is csatlakozott a táborozókhoz. Az érzékenyítés célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek mindennapjaikkal, és megtanulják, hogyan nyújtsanak nekik segítséget a hétköznapokban. Hétfőn lesz az idei utolsó szerenád a gesztenyefák árnyékában. Augusztus 27-én véget ér a Medgyeszai Ház nagy sikerű szabadtéri programsorozata. Kis Zsanett művelődés szervező híradónknak azt mondta, jó volt az idei nyári időszak, az eddigi rendezvényekre sokan voltak kíváncsiak, a programkínálatot pedig igyekeztek a lehető legszínesebbé tenni. Júniusban egy retro rock'n'roll műsorral jött hozzánk egy budapesti zenekar, júliusban operett slágereket és sanzonokat énekeltek Sári Gáborék, hétfőn este, 27-én, pedig a nagykanizsai Sztobos Tambura Zenekar Húr Elmélet című koncertje kezdődik majd 19 órakor a Medgyeszai Ház előtti térkő színpadán. Amennyiben jó idő lesz, hát ha nem, akkor beköltözünk a Medgyeszai Házba, de ha jó idő lesz, ha rossz, akkor is mindenkit szeretettel várunk. 26. alkalommal rendezik meg a nemzetközi leány kosárlabda tornát Zalakaroson. A csapatok 4 korosztályban mérik össze tudásukat. A Zalakaros kupát a juniorok és a serdülők mérkőzéseivel kezdték. Négy korosztály méri össze tudását a zalakarosi kosárlabda tornán. A bajnokságra az ország minden részéből és Horvátországból is érkeztek csapatok. A mérkőzések célja nem a győzelem, sokkal inkább a szezonra való felkészülés. 26. alkalommal zajlik ez az zalakarosi torna, ami hagyományosan ugye utánpótlás csapatoknak egy felkészülési tornája. Ugye legtöbben általában augusztusban kezdik a felkészülést, és a felkészülési tornák közül országosan ez az első, és hát most mondhatjuk azt is, hogy az egyik legnagyobb, közel 30 csapattal, ugye minden korosztályban gyerek, serdülő, junior és kadett korosztályban is megmérkőznek csapatok. A tornát a juniorok és a serdülők mérkőzéseivel nyitották meg. A kanizsai vadmacskák a csata DS-ével játszott tegnap döntőt.
A mérkőzés végig szoros volt, de az utolsó percben a budapesti csapat kerekedett felül. A serdülők szintén az első helyért szálltak harcba, de a csata DS-e ebben a korosztályban is jobbnak bizonyult. Három mérkőzésen vagyunk túl. Az én tapasztalatom azok, hogy a csapat jól játszott, próbált együtt játszani, de még gyakorolni kell a játékokat, és a védekezésben is sokat kell fejlődnünk, hogy el tudjunk jutni a legjobb nyolcba. A zalakarosi kupa szombatig tart, akkor a kadett és a gyermekkorosztály játszik. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Nyári karbantartás. Összesen csak nem 46 millió forintnyi munkát végeztek el a Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet munkatársai az oktatási és nevelési intézményekben, játszótereken, valamint sportpályákon. Még csend van, de már készen áll a BLG-a tanévkezdésre. Festettek, felújítottak, korszerűsítettek a nyáron a gimnáziumban. Tábor és mesterkurzusok. A határon túlról is érkeztek fiatal zongoristák a zeneiskola negyedik alkalommal megszervezett programjára. Ez volt a Kanizsa TV híradója augusztus 23-án, csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!